Nem rossz dobás. Milyen egy cool suli nap? Mert nem olyan, ahol lehet dárkozni. Vagy igen? Hadd teremtsek egy kis kontextus magamról, hogyha nem ismernénk egymást. Tanultam. Elég sokat, bár sosem tanítottak meg tanulni. Jártam a közgázra, jártam a Moméra, Amerikában a USC-n tanultam, Szienában, Olaszországban. De amit itt láttam, az... Megvan a Matrixból az a jelenet, amikor a Morpheus Neónak azt mondja, hogy mi lenne, hogyha azt mondanám? Na, most ezen a jeleneten fogunk végigmenni, és teljesen minden, amit hittetek eddig, hogy hogyan lehet tanulni, azt szétrobbantjuk. Kezdjük ott, hogy nincs osztályterem, nincsenek órák. De akkor mi van? Kezdjük ott, hogy a felvételi az folyamatos, nem az, hogy februárban mindent meg kell csinálnod, aztán majd júniusban rágod a körmöt, hogy felvettek-e az adott egyetemre, és hogyha nem sikerült, akkor sorry, ez van, és majd egy év múlva próbálkozhat, vagy szerencsés esetben fél év múlva. Bármikor felvételizhetsz, és hogyha bekerülsz, akkor egyből kezdesz az első szobába. De hogy a szoba az igazából nem egy osztályterem, meg nincsenek ilyen órák, úgy épül fel az egész, hogy bejössz az első nap, és már programozol. Ott teljesen gyakorlatiasan, és amit meg elméletet meg kell tanulni, azt meg tanuld meg otthon. És ez a kezdés, amikor ide bejöttél, az amúgy egy próbaidő. Ugyanúgy, mint mondjuk egy kapcsolat, ahogy kialakul, vagy amikor egy munkahelyen vagy. Még nem kell elköteleznetek magatokat, bele is van írva a szerződésbe, hogy ez a rész, ha nem tetszik, akkor hello, szia, nem kell semmit sem fizetned, semmi nincs benne. Csak megnézed, hogy milyen. És hogyha ennek vége, akkor nincs vizsga, nem is vizsgának kell, hanem personal assessmentnek, ahol konkrétan te értékeled saját magadat. Tehát nem tanár van, meg lenéz, meg szivat, ő csak egy ilyen reality checket ad. Végre egy hely, és én mondom úgy, hogy vállalkozástan, bizniszt tanultam, marketing kommunikációt, kommunikálnom kell, és vlogolok is. Itt pedig programozókat gépeznek, akikkel elméletileg ugye elég nehéz kommunikálni. Ehhez képest itt ugyanolyan fontos része van annak, hogy a hard skill-ek mellett, a kódolás mellett megtanuljanak kommunikálni, elfogadni feedbackeket, ők is adjanak, tehát a soft skill-ek. Micsoda kontraszt ebbe az egész hozzáállásba, hogy ahelyett, hogy a tanár szivatni próbálna téged, úgy állnak hozzá a mentorok, hogy legyél jobb nálam, szárnyalj túl minket. Na de hogy is néz ki ez az egész? Hadd mutassam meg nektek, induljunk el! És bent is vagyok már az iskola padban, hát itt egy terem az így néz ki, inkább hasonlít egy cégre, egy vállalati kultúrára. És az első, nevezzük munkanapnak vagy tanórának, az első napon már effektíve programozhatok. Itt van velem Tompa Tomi, aki a Head of Education, tehát az egész oktatás, ami ez így kirobbantja az agyunkat, annak a vezetője. Mit csinálunk itt az első napon, és meddig vagyunk itt? 9-től 3-ig tart a törzsidő, tehát addig itt vagyunk, közösen projekteken dolgozunk, és ez egy projekt alapú oktatás, tehát azt kell róla tudni, hogy első nap hétfőn megkapod a projektfeladatodat, kedszert a csütörtökön tulajdonképpen dolgozol rajta, és pénteken pedig bemutatod, és értékelitek közösen. Aztán meg jön egy fordított hét, amikor tanulni kéne, tudjátok, amikor ugye ülünk abban a nagy 400 fős előadóban, és mindenki alszik, vagy pedig az Instán lóg, még egyszer, akkor ahelyett, hogy az Instán lógnánk, otthon lehetünk, és ez a B hét, amikor a tananyagot igazából mi magunk a saját tempónkban meg tudjuk tanulni. Igen, gyakorlatilag az otthon töltött heteken mindenki saját tempójába tanulhat, illetve persze az itteni barátaival együtt, akiket megismert. Itt viszont csapatban dolgozunk, és nagyon fontos, hogy nem csak a programozást tanuljuk meg, hanem azt is, hogy hogyan működjünk együtt, hogyan adjunk egymásnak visszajelzést, vagy hogy hogyan mutassuk be a munkánkat a hétvégén, pénteken a projektor előtt állva, prezentálva. Tehát az összes olyan soft skill, ami kell ahhoz, hogy valaki tényleg jó programozó és csapatjátékos legyen, azt itt megtanulhatja már a kezdetektől. Szóval konkrétan nem kötelezed el magad. Benne van a szerződésben, amit aláírsz, hogy majd eldöntitek, hogyha az elsőnek vége. És ha vége, akkor megyünk a másodikba, mehetünk? Uh-huh. Indulás! Ah.
Na, hát röpke 2-3 hónapot kihagyva, ami amúgy az első szobának az ideje, már eljöttünk a második szobába, ami a web szoba, de nem csak így átsétálni lehet, ahogy itt a B-rollba láttátok, hanem egy vizsga, amit nem vizsgának nevezünk, hanem personal assessmentnek, az is van. A personal assessment abból áll, hogy egy kódolási feladatot tulajdonképpen el kell végezned önállóan, illetve egy más által írt kódot is tudnod kell olyan szinten értelmezni, hogy abból tudnál-e tovább dolgozni, tudnál-e rajta módosítani. Technológiák között utazgatunk, akkor a Pythonra tulajdonképpen ráépülnek olyan webes technológiák, amivel egy ilyen full stack fejlesztői tudást tanulunk meg. Ez azt jelenti, hogy weboldalakat tulajdonképpen összeállítani, adatbázist rakni mögé, már egy komplett alkalmazás logikát így felépíteni egy projekt keretében. Ez történik itt. Nézem, valahol itt van. Az mi is? Az, a az pedig a hogyan, az a learning pyramid, ami tulajdonképpen azt mondja, hogyha megnézted ott a legalsó szinten, hogy a teaching others az tulajdonképpen a tanulás csúcsa, vagyis itt nem úgy tanulunk, hogy a mentorok elmondják a tutit, és megmondják neked, hogy akkor ez hogyan is van a nagykönyvben, hanem itt együtt tanulunk, és a diákok, főleg azok, akik már régebben itt vannak ebben a modulban, akár tanítják a többieket, és ezzel hatalmas tudásra tesznek szert. De a másik durva dolog, hogy a personal assessment, ugye, ami nem vizsga, nem az van, hogy kapsz egy jegyet, itt nem tudsz megbukni, és tudod, hogy ki dönti el, hogy mi lesz veled? Te magad. Te magadnak kell értékelned azt, hogy teljesítettél. A mentorod kvázi ott van, mint egy ilyen reality check, neked visszaigazás, hogy lehet, hogy itt nem pont jól látod magad, viszont addig nem álltok fel ebből a vizsgából, amíg az nem történt, hogy mind a ketten elfogadtátok azt a döntést, és megtudtátok, hogy hogyan, miként menjetek tovább. Ahogy most mi is tovább megyünk, mert ez a generalista résznek a vége, hogy mi is az a generalista, azt mindjárt elmondom. És ez egy olyan suli, ahol rollerezni is lehet. Szóval generalista. Generalista az a T betűnek tulajdonképpen a teteje. A T-shape az ugye azok a profilú képzések, amiben van egy tudás szélesítés, ez a generalisták, illetve van egy tudás mélyítés, az meg a specializációság. És most megyünk le. Most megyünk lefele. Mert tényleg az a baj, hogy mindenki azt mondja, hogy programozó leszek, marketinget tanulok, és mindenkinek van egy ilyen felületi része, de az, hogy ez lemegy vertikumba, és akkor lehetünk szerintem is jó szakemberek, hogyha megvannak a soft skill-ek, amiről már beszéltünk, és még fogunk is, de valamibe, vagy pár két dologban, amit így lemegyünk, azokban nagyon jókká kell válni. Itt meg már átmegyünk ebbe a specializált kis fogokba? Abszolút, és az egyik ilyen, amiben szerintünk érdemes ma lemenni, az a Java, a másik a C-sharp, a harmadik pedig akár a Python, amit folytatsz. De miből tudjátok azt, hogy melyik programozási nyelvet kell tanulni? Hát abból tudjuk, hogy folyamatosan beszélünk a piaci szereplőkkel, van több mint 50 partnercégünk, és tulajdonképpen a mi feladatunk az, hogy ezt az igényt, ezt leképezzük az oktatásban, és gyakorlatilag felmérjük a szabad helyek számát, és meghatározzuk, hogy mondjuk ma 20 Java programozóra lenne szükség, 15 C-sharpos-ra, 10 C++ programozóra, és így tovább. És tulajdonképpen ezeket a szabad helyeket biztosítjuk a specializáció keretében, hogy tessék, gyere, itt van 20 szabad hely, erre tudsz tulajdonképpen ma tanulni. Hát konkrétan ti azt biztosítjátok, hogy látjátok, hogy a piacon mire van igény, azt tanulják meg, és ezért lehet a garancia is arra, hogy aki itt ezt elvégzi, biztos, hogy talál egy állást. Abszolút. Abban erősíteni a tanulásodon, hogy jobban tud tanulni, hogy jobban képes legyél új dolgokat befogadni, akkor ez az egész nem ér semmit. Ezzel nekem most muszáj átvezetnem valamit, hogy ez már az advanced szint, az, ami
nem is túl, nem is biztos, hogy gondolnátok, hogy az Advanced nem feltétlen programozásban, hogy már a NASA-nak a csillagrombolóját építjük. Az Advanced egy picit mást jelent. Ez volt a csengő. Itt csengetnek be a kódpoolban. És átjöttünk, láttattátok az animációban a negyedik szobába, ami az Advanced. Ami egy deep dive a technológiákban. Tulajdonképpen itt már akár magadnak választasz technológiát, amiben szeretnél elmélyülni, de persze hozzájönnek a advanced algoritmusok, vagy azok a kiegészítések, amiket itt magadtól kell elsajátítani, tehát nem mi mondjuk meg, hogy pontosan mi a tananyag és hol kell eljutnod, hanem inkább célokat kapsz, és magadtól kell belásni magad. Ez meg konkrétan olyan, mintha dolgoznánk szerintem. Aztán levizsgáztok, meg lesznek a felvételik, valahol dolgozni fogtok, boldogan élünk, amíg meg nem halunk, de amíg ide jártok, van egy nagyon cool tetőterasz, menjünk fel oda, és ott el is fogok köszönni. És fent is vagyunk, hát szerintem ez a legcoolabb rész, mindjárt megmutatom, hogy még mit lehet látni innen a teraszból. És ezzel is köszönök tőletek, de várjatok, mert nagyon jó lesz a panoráma. Illetve írjátok még meg kommentbe, hogy mit gondoltok erről, milyen durva lenne, hogyha ilyen egyetemre, vagy ilyen gimmickbe lehetne járni, ahol így állnak a dolgokhoz. Ha nektek van nagyon rossz élményetek, vagy nagyon jó, írjátok meg kommentbe, dumálgassunk róla. És ha nem vagytok még feliratkozva, most találkoztunk először, nyomjatok arra a gombra, csengőre is, és aztán meg irány Instagramot is kövessetek be, mert ott naponta jelentkezem dolgokkal, és meg gyertek, megmutatom a kilátást. Sziasztok!